Szekszárdról is naponta több kamion indul a szomszédos európai országokba, hogy biztosítsa az áruforgalmat. A Magyarországot átszelő, a szomszédos országokba szállító kamionoknak úgynevezett áruforgalmi folyósókat jelöltek ki. Így a kamionosok csak kijelölt útvonalon haladhatnak, pihenhetnek és kijelölt benzinkútnál tankolhatnak. Majd a szintén kijelölt határállomáson hagyhatják el Magyarország területét, Szerbia, Ukrajna és Románia fele is. A rendkívüli szabályozások meghozatalára a koronavírus terjedésének csökkentése érdekében volt szükség. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének kezdeményezésére felülvizsgálta az addig érvényben levő szabályozást és módosította, így fokozottan ellenőrzik a sofőrök indulás előtti és a hazajövetelt követő egészségügyi állapotát is. Indulás előtt az ITN előírja, hogy a járványügyi hivatalnál be kell jelentenie a gépkocsi vezetőnek és a munkaadójának, hogy újra külföldre távozik, és ezt jóváhagyás után megteheti. Az áruk le- és felrakásakor is új szabályokat alakítottak ki. A védőfelszerelésben lévő sofőrök leteszik a papírokat, majd akkor írják alá a fuvarlevelet a felkeresett cég munkatársai, amikor elég messze eltávolodott. A sofőrök a ki- és berakodás ideje alatt a fülkéjükben várnak. Hasonlóan, mint ahogy nekünk is itthon lévő hétköznapi embereknek meg kellene tennünk, a gépkocsi vezetőket ellátjuk egyszer használatos kesztyűkkel, az előírás szerinti védőmaszkkal, szemüveggel és kézfertőtlenítővel. Mindenképpen utasításba adjuk, és ezt javaslom más fuvarozótársamnak is. A gépkocsi vezetőnek kijelölt útvonalat kell megadnunk, meg kell határoznunk az üzemanyagfelvételi helyeket, és minél kevesebb megállást kell, hogy csináljanak ők. Magyarországon keresztül haladó tranzitforgalom is hasonló előírásokat kell, hogy betartson. Például Olaszországból jövő gépkocsiknál összevárják a határon a gépkocsikat, 10 percenként 15-ös konvojokba engedik őket, és előírás szerinti helyeken tudnak csak megállni és parkolni. Nagyon sok jogszabályra lenne szükség ahhoz, hogy még tovább könnyítsék a dolgunkat, például a vezetési és pihenőidőkre vonatkozóan könnyebbséget kéne tenni, tehát fel kéne oldani valamilyen szinten, pontosan annak érdekében, hogy feleslegesen ne álljanak meg ezek az autók az országunkban, hanem minél előbb ígéretek szerint könnyített határátkeléssel engedjék ki őket az országból. A veszélyeztetett területekről, mint például Olaszországból érkező kamionok sofőrjeit folyamatosan vizsgálják. Az olaszországi fuvaroknál csak tankolni szállnak ki a sofőrök. A veszélyeztetett területekről Európában, mint például Olaszországból érkező kamionosoknak ugyan meg kell kezdeniük a házi karantént, de a következő fuvar feladatnál, amennyiben nem észlelnek magukon betegséget, a vírus jeleit nem tapasztalják, és vezetésre képes állapotban vannak, ebben az esetben az autóba visszaülhetnek és folytathatják az útjukat. Mancsi János szerint a fuvarozás nem állhat le. Az ellátási láncot folyamatosan fent kell tartani. Ezért a hétvégi kamionstoppot szinte minden országban feloldották. A fő probléma Mancsi János szerint, hogy az ideiglenes korlátozások nem egységesek. Országonként folyamatosan változnak, így nehéz követni azokat. Szerinte egy egységes, Európai Uniós tagállamokra érvényes rendszert kellene meghatározni. Amit problémának látok, az az európai egységes szabályozás hiánya. Hogyha ez megtörténne, akkor teljes biztonsággal tudnánk a munkákat végezni, még akkor is, ha ez nehézségekbe ütközik. Gondolok itt a határok nehezebb átjárhatóságára, a megnövekedett menetidőkre, és hát meg kell említsem a gépkocsi vezetőket, akik helyt állnak ma ebben a nehéz helyzetben. Meggyőződésem, hogy az egészségügyi dolgozókon túl ők azok, akik nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy az ellátási lánc fennmaradjon, a boltokban legyen áru, az állatoknak legyen takarmány, és az esetleg még működő gyárak megkapják az alkatrészeket, illetve az alapanyagokat. Közel 20 000 kamionsofőrt és családját érinti a jelenlegi helyzet itthon.